Közel 3 hónapja van lehetősége arra annak, aki pénzadománnyal akar segíteni a vírus járvány miatt nehéz életkörülményekben élőknek arra, hogy egy központi számlára befizethesse hozzájárulását. A vártnál többen gondolták úgy, hogy a jótékonyság ilyen formáját választják. Az önkormányzat egy veszélyhelyzeti ideiglenes bizottságot hozott létre, aki dönt az összegyűlt forrás elosztásáról. Mai testületi ülésen egy szociális rendelet elfogadásával, ami azt jelenti, hogy most már érdemben is a bizottság megvan hozzá a jogosítvány a szocrendelet elfogadásával, hogy végezheti a munkáját. Mire hivatott ez a bizottság? Elsősorban arra, hogy ez az adománygyűjtés, ami jelen pillanatban mai állás szerint 5,6 millió forint, a szétosztására javaslatot tegyen, és egyben döntsön is. Kik kaphatják meg esetleg ezt az adományt, kik lehetnek a kérelmezők. A kérelmező lehet az, aki a veszélyhelyzet időszakában elvesztette a jövedelmét, illetve a jövedelme jelentősen csökkent. Meghatároztuk azt is, hogy az egyfőre eső jövedelem alapján ki az, aki szintén párhuzamosan kérelmező lehet. Kérelmező lehet az egyedül élőnél, aki az öregségi nyugdíj összegének a 8-szeresét nem haladja meg, illetve a családok esetében az öregségi nyugdíj egyfőreső átlagának a 4,5-szeresét nem haladja meg. A bizottság július 30-ára tervezi a döntést ebben a körben. 4 féle csomagot állítottunk össze, amit a kérelmezők megkaphatnak. Az egyik ilyen csomag, hogy a közömi szolgáltatások díjához hozzájárulunk, maximum legfeljebb 50 ezer forint értékben, a másik egy internet TV csomag, kedvezményes TV internet csomag lenne a Tart Kft. Részéről, maximum 12 hónapig, a harmadik egy hús füstöltáru vásárlási utalja lenne szintén legfeljebb 50 ezer forintig, a negyedik pedig egy a veszélyhelyzetet tekintette, most jött el ugye a távoktatás során, hogy egy digitális oktató csomag segítenénk a rászorultakat, ebben mondjuk leginkább szerintem egy tablet vásárlása jöhetne szóba, szintén legfeljebb 50 ezer forintig. Elvileg lehet megjelölni mind a 4-et, és azt kérnénk a pályázóktól, a kérelmezőktől, hogy rangsorolják erős sorrendben.